társitkok, a sztorik rátok várnak, kegyezd föl el, és te tárd a szádat, mi rá kérdezünk, és elmondjuk neked, humorral küldjük el az üzenetet. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a média válogatott Sztártitkok, és a következő adásunkban, ez nem egy adás ismétlés lesz, el kell, hogy mondjam, hogy a vendégem Herendi Gábor, de nem az a Gábor, akivel már egyszer beszélgettem, hanem ez egy másik Herendi Gábor, ő is rendező, csak Herendi Gábor filmrendező, viszont te pedig... Mostában úgy szoktam bemutatkozni, hogy Herendi Gábor esküvő rendező, vagy rendezvény rendező vagyok, ugyanis én nem filmeket, hanem esküvőket, vagy rendezvények rendezek. Gábor, én a barátomnak mondhatlak téged, és a Porci is barátom, és én ráadásul még ti is nagyon jó barátok vagytok. Ez egy nagyon cuki történet, közel 30 éves. Egy barátom ment a barátnőjéért, a Hevesi Tamás, ezt egy életen át igen, kell játszani videóklip forgatásra, ahol a Porci, a filmrendező kiszúrta, hogy a Makovec Laci barátom egy Honda Goldwing-el érkezett. Annyira elájult ettől a motort, és azt mondta, hogy Laci, nem tudná holnap átjönni ezzel a motorral, a Lánchídon forgatunk? De, van az az összeg, és akkor megegyeztek, na mindegy. És akkor hívott Laci, aki akkor már nagyon jó barátom volt, együtt motoroztunk, hogy Gábor, holnap találkozom a Herendi Gábor, hogy gyere már oda. És akkor oda mentem, találkoztunk, Porci elhívott egy-két reklámfilm forgatásra, ebből aztán egy közel 30 éves barátság. Nagyon sok reklámfilmben láthatunk téged, nagyon sok rétű karakter tudsz megvalósítani, de én leginkább az esküvő szakmából ismerlek téged, és azt gondolom, hogy a ceremónia mesterséget kapcsán mondhatnám azt, hogy az esküvő szakma hercege vagy, és nálam köszönöm abszolút szépen, szuperlatívuszokból tudok beszélni, remélem, hogy lesz is lehetőségem erre, de mielőtt még előre rohannánk, hogy a jelenben te most éppen mit képviselsz, beszéljünk egy picit arra, hogy milyen volt a kis Gábor, a kis Herendi Gábor gyerekkorodban, akkor is már egy ilyen karakter voltál, vagy egy nagyon nagy evolúción kellett keresztül mened. Jelenlegi páromnak van egy 10 éves kislánya, és rengeteget beszélgetek vele az én gyerekkoromról, mivel hogy ő 10 éves, hogy picit velem mi történt. Na nem mondom hány évvel ezelőtt. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a ceremónia mesterség, vagy legalábbis az, hogy ahol én ott vagyok attól, ha már együtt vagyunk, hozzuk ki belőle a maximumot, már az óvodában megjelent. Tisztán emlékszem, hogy kiment az óvodnő, magunkra hagyott 80, 10, 20-an, nem tudom hányan voltunk, és azt mondtam, hogy figyeljetek, játsszuk egy kis Mr. és Mrs. Valamit csináljunk már, mert itt most mindjárt visszajönnek, tehát ez egy bennem volt mindig is. Aha. De azt nagyon fontosnak érzem kihangsúlyozni, hogy nem az volt a lényeg egóból, hogy most mindenki rám figyeljen, mert én vagyok az Atya Úristen, tényleg a szívem legmélyén az volt mindig a lényeg valahogy, hogyha én ott vagyok és együtt vagyunk, abból hozzuk ki, amit csak lehet. Az egy dolog, hogy most te az óvodában hogy viselkedtél, de otthon milyen volt a légkör? Tehát neked van egy bátyád, ugye, akivel nem tudom mennyi a különbség köztetek. 4 évvel idősebb, akkor pont meg tudod téged verni. Hogy, Bert is sajnos, igen, nagy, majd kivágod legfeljebb, igen. De nem, hogy mégis hogy telt az otthoni év? Tehát, hogy otthonról mit hozol? Mi együtt, mind a ketten, hát egy elég lendületes gyerekek voltunk, fiúk, és a szüleink azt gondolták, hogy ezt úgy lehet csillapítani, ha sportolunk, és akkor mindenhova együtt jártunk 5 éves koromtól 10 éves koromig úszni, uh-huh, a bátyámmal, és utána aztán 10 éves koromtól 25 éves koromig kenuzni, tehát így csillapították a hevességünket. Az a nehéz ebben, hogy a bátyámmal emiatt mindig más korosztályban voltunk, tehát igen, otthon találkoztunk kora reggel, meg este, edzéseken már suliban ugye nem, tehát, és a bátyám 18 évesen el is költözött otthonról, tehát inkább én voltam sokat otthon, ő hamar elkerült. Ez a személyiségem, ez a nyitott, barátkozó, tolkatív, hogy mondják, ez majd beszédes, ez azért előjött már nagyon korán, tehát azt úgy éreztem, hogy én a dumámmal majd valamit kéne, hogy keressek. De nagyon érdekes, hogy erre nagyon sokat kellett várni igazán az esküvő szakmáig, ami 15 évvel ezelőtt történt, 2008-ig. Ott éreztem igazán úgy, hogy egy olyan vászorra kerültem, ahol imádok festeni. Igen. Azzal csak, ami vagyok. Igen, és ha jól értelmezem, hogy akkor te lényegében csapatsportokat, mert azért most a kenúban is, hogy igen, még ha lehet egyedül is, de azért csapatban kell gondolkodni. De akkor gondolom, akkor, amikor te ceremóniamesterként így állsz helyt, ahogy szoktál, akkor gondolom ez a sportból merítesz nagyon sok inspirációt, amiben... Nagyon fontos, nem ismerem minden kollégát a piacon, de nekem nagyon-nagyon erős ismérvem, hogy mindenkinek a nagy napom, amikor csak tudom, megköszönöm a munkáját. Ha a templomból kijövünk, és jön a fotó, meg uh-huh, a videós is ott van, bemutatom, kik a fotós videós. Ahogy elindul a zene, ha DJ van, ha zenekar, bemutatom őket. Ahogy vége a vacsorának, megköszönöm a catering, vagy éppen az étteremnek a munkáját. A dekorost úgy megtapsoltatom, hogy nincs ott. Nekem nagyon-nagyon fontos, csapat, hogy igen, attól, hogy én kezemben van a mikrofon,
azért mindenkiről essen szó. Persze. És gyerekkorodban már volt ilyen jövőképed, hogy te majd valami ilyesmi jellegű? Hát nem, tudom, hogy... pont annak érezte 10 éves, aki fiatal kora ellenére 6 éve lovagol, és akkor mondtam, hogy figyelj, Anna, én nézem most a Roland Garrost, itt 20 éves versenyzők vannak, akik valószínűleg a te korodban már nagyon komolyan teniszeztek, tehát ha ez a lovaglás komolyan érdekel, akkor el kéne dönteni, hogy akkor hogyan tovább. Miért, Gábor, de 10 évesen már tudtad... Jaj, Istenem, igazad van, dehogy tudtam. Sose voltam ez a tudatos karrierépítő típus. Uh-huh. Valahogy volt bennem, nem vagyok én egy ilyen mélyen hívő típus, de valahogy mindig volt bennem egy ilyen gondviselő érzés, hogy a beállítottságom, a habitusom, a lelki beállítottságom miatt engem majd úgyis jó irányba terel az élet. Na hát most, ha megengeded, akkor én elterelek egy kicsit a zene irányába, meghallgatunk néhány dalt, és aztán jövünk vissza Herendi Gáborral. És újra itt vagyunk, a média válogatott Sztátikok vendége Herendi Gábor, ceremónia mester, esküvőszervező és rendezvényszervező, és már beszéltünk a gyerekkorodról, ugye arról, hogy sportoltál, hogy a suliban, hogy a tesód megvert meg, mi egyéb, azt csak én erőszakoltam bele, de ami a lényeg, hogy most egy picit lépjünk előre az időbe, és akkor nézzük meg, hogy mondjuk tini korodban milyen voltál, mert akkor már azért kisférfiként megjelentél, és hogy azért egy jó kiállású srác vagy, gondolom már akkor is volt sikered a környezetedben, akkor is, hogy akkor milyen srác voltál? Igen, igen, a Kenus 15 évem az egy nagyon erős időszak, mai napig tartjuk a kapcsolatot Kenus társaimmal, és a legviccesebb, amikor jön egy céges felkérés, és akkor vár a titkárnő, és mondja, a vezérigazgató úr mindjárt várja önt, és akkor bemegyek, és egy kenus ülott, és ugyanonnan folytatjuk, alapbajtuk. Igen, ahogy mondod, én közel 190 centis, 80 kiló tiszta izom, bőr, vannak róla fotóim, tehát tudom bizonyítani majd, ha van esetleg kérdés. Jó kiállású srác voltam, és nekem igazán a Kenusem annyira az volt a lényeg, hogy világbajnok legyek, vagy olimpiai bajnok, hanem egy jó társaságban, röhögve, ahogy evezünk a Dunán félmeztelen, csajok napoznak a parton. Oh, yeah. Az edző mondja, hogy részidő, én meg azt, úristen, tudunk valamikor találkozni? Na mindegy. Szóval ez egy nagyon-nagyon csodás időszak volt, és ahogy mondod, igen, a csapat része, láptengóztunk, fociztunk, jártunk aztán, amikor maradék erőnk volt, egy kicsit bulizni, tehát ez az én személyiségfejlődésemnek egy erős része volt, és akkor tegyük hozzá, hogy ez az a korszak, amikor még Isten nyugosztalja, Wichmann Tamás is élt, és én az MTK-ban kenusztam, és a 9-szeres világbajnok olimpiai második helyezett sajnos az nem jött neki össze, hajóját. Tamás, már levihetem a hajódat a Dunára? Persze, viheted, fiam. És akkor szóval ilyen ikonok, Foltán Vaskuti a fiataloknak, ez nem mond sokat. Tehát olyan nagy ikonokkal napi szinten érintkezhettem, hogy azért az is nagyon segített, hogy ezek az emberek hogy működnek, hogy léteznek, hogy beszélnek. Ugye említetted a kenus társakat, de gondolom vannak máshonnan is olyanok, akik azért részei maradtak az életednek a koraibb időszakból. Sokan vannak? Vagy ez mondjuk inkább a kenusok? Vagy ki az, akikhez nagyon-nagyon erősen kötődsz? Nagyon, nagyon jó kérdés. Igen, a kenustársaim. Az általános iskolás közösségünk megmaradt, egy ilyen 20-30 erős fő, és rendszeresen találkozunk, tehát onnan is van. Hát nekem az első munkahelyemhez is köt egy erős kötelék. 10 évig dolgoztam egy munkahelyen. Hát én egy későn érő típus vagyok, én elkezdtem főiskolára járni, 28 évesen ültem be az iskolapadba, és ott ugyancsak kialakult egy nagyon erős brigád, a legszűkebb kör az 4-5 fő, de egy olyan lazábban egy 20 fővel is tartom a kapcsolatot, akik 10 évvel fiatalabbak nálam, és nagyon jó érzés volt, hogy egy picit éreztették velem, hogy én vagyok az idősebb, de én meg tanulmányaim miatt nekem voltak hiányosságaim, én meg kértem tőlük segítséget magyar történelem, földrajz, minden irányban, és ez egy annyira jó kombót adott, hogy az én életbölcsességem, az ők friss tudásuk összeboronált minket. Hát és akkor az esküvő szakma, hát onnan is ismerek szerintem 100 nagyon jó pofa embert, akikkel igen jól tartom a kapcsolatot. Tehát én nagyon közösségi ember vagyok, és nagyon szeretem ápolni a régi kapcsolataimat a mai napig is, akárhova terül az élet, soha nem szeretném elfelejteni, hogy honnan jövök. És van olyan, aki akár korábbról, de akár még a jelenetben is amolyan mentorként jelen van az életedben, és úgy mindig visszapöccint téged a helyes irányba, amikor éppen olyan van, hogy mondjuk gellert kapsz, vagy lecsúszol a pályáról, vagy valami, és akkor szól, hogy Gábor, szerintem egy picit húzd meg a vitorlát. Van egy nagyon szűk baráti köröm, és szerintem ők ezek, akik ebben az irányban terelgetnek, esetleg ők szólnának, hogy Gábor, valami nem stimmel, nem ilyen voltál. Szerencsére ennyire őszinte a barátságunk, ez 2-3 ember, de a mentor szó elhangzott, akkor viszont úgy érzem, hogy kutya kötelessége megemlíteni egy-két nevet,
az egyik pedig Gyuris Attila, 2008-ban ő vele találkoztam először, amikor pánikolva Endre barátom, aki a Szűk körből az egyik résztvevő, felkért az esküvőjének a megszervezésére, levezénylésére, és ő adott nekem egy gyors talpalót, aki akkor már 2008-9-ben 8 éve ceremóniamester volt. Én nem is tudtam, mi az a szó. Tehát neki köszönhetem igazán a pályafutás kezdetét. És egy másik mentorom, aki pedig amikor már ezzel a nyilvános beszéddel, ezzel a public speakinggel elkezdtem komolyabban foglalkozni, az pedig a Benkő Vilmos, aki a Toastmastert Magyarországra hozta, ez egy nyilvános beszéd tanfolyam. Őt tartom mai napig ebben az irányban a mentoromat, és mentoromnak, és az idolomnak, mert akármikor a Willy színpadra lép, és én ott lehetek, én csak tátott szájjal nézek, hogy úristen, ez még milyen szinten lehet művelni. Igen, őket említeném. Most elmegyünk akkor egy kis zenehallgatásra, és aztán visszajövünk, és akkor beszéljünk egy kicsit a ceremónia mesterségről. És újra itt vagyunk, a média válogatott Sztátitkok vendége Herendi Gábor, ceremónia mester, esküvőszervező és rendezvényszervező, szerintem az esküvő szakma hercege. És akkor Gábor, ugye, ha már sokat említettük, hogy te ceremónia mesterként tevékenykedsz leginkább, mesélj akkor erről, ugye elkezdted mesélni, hogy végül is hogy indult el ez az egész, de emlékszel a legelső megmérettetésedre, amikor ceremónia mesterként kellett helyt állnod? Hát maradjunk ennél az legelső esküvőn, a mai napig tisztán emlékszem a dátumra, 2008. szeptember 6, Rita Endre esküvője, addigra már Endre 10 éve a barátom, a NASZ népnek mondjuk 20-30%-át ismerem is, erre kaptam a gyors talpalót Gyuris Attilától, de hát egy annyira lehetetlen forgatókönyvvel kezdtük, hogy én mai napig, ha ezt ma kéri egy pár, nem engedem, hogy ez így legyen. Azt hiszem télben mentünk a templomba, ott a város majori templomba, és aztán utána 2-kor volt talán a polgári, 7-kor meg a vacsora. Ezt képzeld, Riki. Dél, 2, 7-kor vacsora. Mit csinálsz mondjuk 15:30-tól 19:00-ig? És valahogy... Hát most már tudnád. Hát, biztos, hogy valahogy eltolnám. Vagy azt mondanám, sztár fellépők sora jöjjön. Egyszerűen valamivel töltsük ki. De képzeld el, hogy annyira lágyan, annyira könnyen, és ott van egy kis kerthelyisége, és akkor az egyik vendég a gitárján játszott, a másik valamit csinált, a harmadik megint valamit, tehát így elsuhant az egész, tehát mondom, így visszagondolva annyira szép emlék, és annyira lágy módon lezajlott az egész, és a legviccesebb az egészben az, hogy odajött két pár azon az esküvőn már is hozzám, mondom, életem első esküvőjén ilyen jelleggel, és mondták, hogy Gábor, jövőre még van szabad dátumod, mert csak az van. Mert ezt szeretnék, és mondom, hát az csak az van, így ahogy mondod. Igen, ez egy nagyon kedves emlék. És akkor itt fejest ugrottál ebbe az egészbe, de azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon szép pályát jártál be, és talán lehet mondani, hogy lényegében mindenféle esküvőn voltál. Milyen extrém helyzetekbe kerültél, mert azért te neked vannak érdekes emlékeid is, gondolom azért, hogyha így belegondolok. Hát most rengeteget mondhatnék. Mondom, az egyik legnagyobb kihívást, jó? Ez most pont egy külföldi esküvő, de majd valahogy kitalálok, vagy eszembe jut biztos itthon is. Egy párral találkoztunk, és mondták, hogy mit tervez, hogy legyen, blablabla. Bla, bla. És aztán, hogy tárgyalgattunk egy fél órát, és egyszer csak megszól a mennyasszony, hogy figyelj, guma, mert így hívják a vőlegényt, inkább menjünk el valami tengerpartra ketten, esetleg, ha jönnek haverok, jöjjenek, és ott mondjuk ki az igen. Mondja a guma, jó, hát jó. És akkor végül ebből Kuba, hát Kuba. Mondom, mit írunk, 2012, 11 évvel ezelőtt. Kuba azért más volt most. Akkor kimentünk, nem tudom, mondhatok-e neveket, Herceg Zoli, Studinger Andris, Vanda, Orsi, így kiment a stáb. Ez egy vaskos társaság. Ez egy elég kemény brigád volt, akkor ez ott tényleg a csúcs brigád volt. Kimentünk egy héttel előbb, és helyszíneket kerestünk, meg tárgyalgattunk. De nem volt internet, meg sem, tehát SMS-en küldtünk ilyen kép, poszlányokat, hogy ez esetleg jó lesz, mert mindenképpen olyan partot akartak, ahol csak pálmafalon nincs épület, na az ott pont nem volt, végre talált. Szóval ez egy annyira kalandos dolog volt, például az étterem, amit találtunk vacsorának, annak a, hát a tulajdonosa egy ilyen országban mindegy, a felügyelőjén lőtt sebb volt. Egyszer atlétában jött, a vállán lőtt sebb volt, mondom, úr, azt hiszem Carlos így hívták, tehát izgalmas volt az egész, aztán kijött a pár, 14-5-6 baráttól, tehát egy ilyen 25 fős brigád jött össze, végig is az egész 10 napos eseménysorozatra, óriási élmény volt. És akkor szolgáltatói csapat is körülbelül ilyen. Ennyi volt, igen, és akkor egy rádióbemondó lett az anyakönyvvezető, aki spanyolul beszélt, csak én beszélek valamennyire spanyolul, úgy fordítottam, ahogy akartam, mert senki nem tudta, hogy mit mondott. Akkor találtunk 3 gitárost, meg ilyen kongást, azok zenéltek a tengerparton. Óriási élmény azóta is, nekem az egyik csúcs emlékem ebben az egészben. Hát szorult helyzetek itthon, hát ugye mindig a feszültség a nehéz helyzet, mondjuk például, amikor elváltak a szülők, és akkor apuka, anyuka hajlandó-e a templomban egymás mellé ülni.
itt apuka nem volt hajlandó, és apuka annyira ráalapozott, hogy valahogy átvészelje ezt az együttlétet a feleségével, akivel nem találkoztak évek óta. Hogy már igen, oldottan jött. Egyszer csak azt veszem észre, hogy a templom, vagy a pap éppen áldja a párt, a gyűrűt húzzák, amikor apuka dől ki, fizikailag dől ki a padsorból. Szerencsére én akkor mindig hátul állok, és mindenre figyelek. Rohantam, pont elkaptam egy centivel a föld előtt, talaj előtt kivittem a padra, leültettem, adtam neki vizet, és mire kijött a pár, már valamennyi helyre hoztuk. Hú, az állapotot. Izgalmas, de ugye itt látszik, hogy nem is kell olyan nagyon sok egy jó esküvőhöz, csak jó szolgáltatok. Hát drága Gábor, most elmegyünk megint, meghallgatunk néhány dalt, és ez az idő legyen most elég arra neked, hogy kitaláld, vagy elmond nekünk, hogy mit mondasz el nekünk a titkait közül. És újra itt vagyunk a média válogatott sztártitkok vendége Herendi Gábor, ceremóniamester, esküvő és rendezvény szervező, és most már nagyon sok mindent kibeszéltünk, a gyerekkorodat, a kamaszkorodat, a sportéletedet, és persze a ceremóniamester szakmát is, meg az esküvő szakmát, de akkor most következzék az, hogy vajon neked mi lehet a titkod, milyen titkot őrzöl, amit nem nagyon tud a nagy érdemű közönség. Na, hirtelen kettő is eszembe jutott, az egyiket azért néhányan már tudják, de azért elmondom, kezdjük a kisebb titokkal, ez pedig az, hogy én igazából papíron végzettségileg autószerelő. Olyan. Amikor kenusztam, és az általános iskolai évek alatt már látták a szüleim, hogy a tanulás nem annyira a hobbim, azt mondták, hogy akkor erre az egyetlen megoldás, ha szakmunkás képzőbe megyek, mert ott csak egy hétig van iskola, egy hét műhely, egy hét, tehát fele annyit kell tanulni. Tehát ez már csak jó irány lehet. Oda jártam a Bánkiba, a Váci úton, és az Újpesti öbölben kenuzni, tehát tök jól jött is ki. Tehát én egy autószerelő srác vagyok, 10 évig, 86-tól 96-ig dolgoztam a Kárpát utcában, a Mercedes szervizben, most már szem papasz autó. 7 évig, mint autószerelő, 3 évig, mint csoportvezető. Nekem volt egy 6-8 fős brigádom, akiket aztán én irányítottam, mert közben azért a tanulás, a szakmunkás után a tanulás azért mégiscsak fontosabb lett. Esti jártam szakközépbe, aztán technikumba, aztán most már két diplomás vagyok, sőt, akkor büszkén elmondom, hogy én Oxfordban végeztem egy MBA-t, tehát és ott maradtam még 3,5 évig tanítani a business schoolban, tehát én későn érő típus vagyok, így el szeretném mondani. És akkor most jön egy titok, amit szerintem nagyon sokan nem tudnak, az pedig az volt a vágyam, amikor először kim voltam Amerikában 1989-ben, és keresztapámmal egy pick-up-val bejártuk, Albanyban lakott, az New York állam fővárosa, fölmentünk egész Anchorage, Alaszkáig, és a túloldalon vissza Kanadán, vissza Amerika. 3 hónapig voltunk egy 12.000 mérföldes körúton. Annyira megtetszett az amerikai táj, meg a változatosság, meg a csőrös kamionok, hogy nekem az volt a vágyam, hogy én egy amerikai kamionsofőr legyek, és így járjam be Amerikába. Igen. Ez volt a vágyam, de nem jött el, nem, 89-9 adtok. Hát de várj egy kicsit, Gábor, most azt mesélted el, hogy te autószerelőből lettél Magyarország legkiemelkedőbb ceremóniamestere, és lényegében a luxusesküvők helytartója vagy. Egy picit olyan hollywoodi példák vannak erre, például Sean Connery-ről, és úgy tudom, hogy ő valamilyen kétkezi munkásból lett az egyik legemblematikusabb színész. Igen, azt hiszem a Harrison Ford meg pincérként kezdte, ott fedezték fel talán egy étteremben. Szóval azért az azt jelenti, hogy akkor lényegében nincs lehetetlen, mert akkor te megküzdöttél ezért a dologért, hogy autószeretet a szakmunkásból, két diploma, szóval azért azt gondolom, hogy ebből lehet meríteni rendesen. Hát, hogyha ennek az adásnak, vagy ennek a műsornak van ilyen szándéka is, valami már van. Akkor legyen ilyen edukatív, támogató, pozitív vibe. Ki is rázott a hideg, egy pillanat beugrott most. Képzeld el, Riki, hogy amikor elvégeztem az MBA-t 2002-2003-ra, 2003 tavasszán, vagy őszén írtam a diplomamunkámat, és odajött a professzorom, hogy Gábor, mi a terv? Hát mondom, nézegetek állást itt is, nézegetek állást otthon is, egyelőre semmi, miért kérdezed? Nem akarsz itt maradni tanítani? Mondom, ez így megy, és akkor képzeld el, az volt az egyik csúcspontom, tehát még egyszer mondom, 2003 őszét írjuk, és én 96-ban jöttem el a Merci szervizből, 7 év telt el, ott állok egy előadó teremben, 200 diákkal, én az autószerelőből lett most éppen tanársegéd, így tudom forgítani, egy Oxfordi egyetemen, és előadást tartok. De úgy, hogy közben azt mondtad, hogy amikor kenusztál a szüleidnek, a megalapítása az volt, hogy ez a fiú nem annyira akar tanulni, és azért mentél el szakmunkásba, hogy minél kevesebbet tanulni, és ehhez képest mégis az Oxfordon tanítottál. Nekem minden későn jön, a párkapcsolat is most talált meg, 15 hónapja vagyok egy nagyon boldog párkapcsolatban, és ez a család élmény 53 évesen talált rám. Tehát sosem késő. Persze. Ezt tudom mondani. És Gábor, azt mondd el, hogy azért nagyon mozgalmas életet élsz, hogy
hogy mi az, ami téged feltölt? Hol tudsz félrevonulni, visszavonulni, föltöltődni? Hát pont az ellenkező amplitúdó, ez a jóga és a meditáció. Tehát most is járok már rendszeresen hétfőnként, otthon minden reggel művelem, ahogy éppen az időm engedi. Hétfőn járok egy közösségbe jógázni, ami meg egy új hobbim, új szerelem, az a Covid alatt fejlődött ki, az a biciklizés, tehát ahova csak tudok, én amúgy nagy robogós vagyok, de ahova csak tudok, egészségügyi szempontból biciklivel megyek. Hát ez azért... különben még környezetbarát. Mindenféleképpen. Köszönöm szépen, drága Gábor, hogy elfogadtad a meghívást. Hát én köszönöm, hogy eljöttem. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Herendi Gábor volt a vendége a Sztártitkoknak. Legyenek velünk legközelebb is. További szép napot.